Hello, ez a News, Turóczi Richárddal. A legfőbb hír ezúttal az, hogy idén már másodjára építettem át azt a számítógépet, amivel mások mellett a News is készül, de nem önszántamból. Mindenkinek csak javasolni tudom a túlfeszültségvédőket, és ez most nem valami áthallásos beszólás a világ helyzetére, bár éppen lehetne. The Jerusalem Post. Izrael háborúban áll, kettős pont, betör a Hamas, túszokat tart fogva a déli közösségekben. Nyilván mindenki pontosan tisztában van azzal, hogy nagyjából mi zajlik most a Szentföldön, ám az arab nyelvű Telegram csatornák ennél, vagyis mondjam, csak lényegesen részletesebb információkkal látják el az embert már önmagában akkor is, hogyha csak a palesztinok által feltöltött videókat nézi meg. Egészen döbbenetes videók kerülnek fel a mesztelen rövetkőztetett izraeli katonalányokról, alvás közben meglepett halott izraeli katonákról, és autópályán a kocsiaikban agyonlőtt menekülő civilekről, meg egy csomó minden másról, és ezek együtt sokkal borzasztóbban néznek ki, mint amiket tavalyi évelején láthatunk Ukrajnából feltöltve. Amikor ezt a videót készítem, legalább 200 izraeli állampolgár halt meg, és 1000 megsebesült. Ez a hivatalos adat. És a hivatalos adat mindig kozmetikázott akkor, amikor a közlő oldalán ekkora a baj. És hogy mekkora a baj, azt jó mutatja, hogy mennyire kreatív és újszerű megoldásokat is bevetettek az akcióba lendülők. Az égből a rakéták mellett sárkányrepülőkkel támadtak, a földön egészen egyszerűen átvágták a kerítéseket, de volt, aki akuscsavarhúzóval szeret szét egy kaput. Emellett pick-upokkal kezdtek random városokban lövöldözni és levadászni az izraeli rendőröket. Egészen döbbenetes felvételek készültek, elsősorban a terület déli részén. Mindezt a Jom Kipúri háború 50. évfordulóján, vallási ünnepen, pláne szombaton. Ez tehát nem egy szokványos fellángolás, ez annál jóval több. Erről tanúskodik ez a cikk is, ahogyan az izraeli vezető kommunikációja is háborúnak nevezik, noha nem egy másik állam támadta meg őket, és aki régóta nézi a News-t, az tudhatja, hogy micsoda tüntetések mennek nagyon-nagyon régóta Netanyahu ellen Izraelben, szinte a fél ország, még a hadsereg egy része is ellene van. Na, hát a mai napon mindenki, még az ellenzéki pártok is egységesen beálltak mögé, idéglenesen elfelejtettek mindent, és jelezték, hogy semmiféle széthúzásnak most nincs helye. Haaretz. A rémálom forgatókönyv 2. A Hamas győzelme óriási izraeli kudarc. Idézem. A Hamas el szeretné kerülni az eszkalációt, hogy ne veszélyeztessék a gázai övezet lakóit. Erre a következtetésre jutottak az előző héten. Az izraeli titkosszolgálatok magasrangú képviselői ezt adták le jelentésként. Idézem tovább. A szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy a Hamas nem kívánja veszélyeztetni a korábbi eredményeit, amelyek javították Gáza lakóinak az életét. Hát ez most nem jött be, de Gáza lakóinak se. A másik oldalról nézvést nagyon más a kommunikáció. Al Jazeera, a gőgtől a megaláztatásig 2. Az a 10 óra, amely megrázta Izraelt. Az Al Jazeera katari, márpedig Katar hivatalosan is nem éppen elítélő hangnemben kommunikált arról, ami október 7-én történt, ők inkább arra tették a hangsúlyt, hogy ez az izraeli döntéshozók tetteinek következménye. És itt el is érkeztünk egy nagy félremagyarázáshoz, szinte minden második szakértő és nem szakértő arról magyaráz a nyugati világban, hogy ennek Irán volt a producere. Csak hát a Hamas, amelynek vezetői többször is lenyilatkozták, hogy ők voltak. Felszólítottak minden muszlimot, hogy csatlakozzanak hozzájuk, szóval a Hamas egy szunita szervezet. Irán meg egy síta ország. Iránnak egy másik szervezet, a Hezbollah a barátja. Ettől még persze valamiféle támogatást adhattak, de ők nincsenek jóban. Mondjuk, ha a Hezbollah is beszáll, akkor ez sokáig fog tartani. Amit viszont biztosan tudni lehet már most, hogy a gázai övezetben élők számára eljön a földi pokol. Pedig hát eddig sem volt ez egy Svájc. Gáza tulajdonképpen a föld legnagyobb koncentrációs tábora, amely bár hivatalosan Palesztina része, a földközi tenger partján van, és Izrael mellett Egyiptommal határos. Ez Palesztina azon része, amit a Hamas ural, és nem Palesztina hivatalos vezetése. Bőven 2 millió fölött van a lakossága, és mindez mintegy 365 négyzetkilométeren bontakozik ki. És mivel ők
Finoman szóval is be vannak zárva oda Izrael által. Onnan nagyon kijönni nem lehet. Az, aki oda bekerült, esetleg oda született, nos, ő tényleg egy olyan őrületben született, meg egy olyan őrületben él, ahol minden csak arra ösztökéli, hogy harcoljon Izrael ellen. Ahogy a cikk címe is mutatja, nem csak a BBC, a CNN, vagy éppen egy orosz propagandista tud elfogult lenni, hanem mondjuk az Al Jazeera is, viszont egy fontos dolgot vett fel ez az anyag. Azt, hogy mégis miként sikerült ezt így benéznie az izraeli titkosszolgálatnak, miként tudott ennyire és ilyen számban felkészülni erre a Hamas úgy, hogy semmit nem tudott erről Izrael vezetése. Kapásból a dátum, az ünnep és a szombat ténye elég gyanút ébreszthetett volna bennük. És akkor Iránból nézvést ugyanez. Tasnim News Agency. Az Al-Aqsa viharművelet megtöri a cionista megszálló sereg gerincét és lerombolja törékeny tekintélyét. Ez egy iráni hírügynökség címadása, szóval ők sem finomkodtak. A Tasnim tudósítója a gázai övezetben tartózkodik, ami, mint említettem, eddig sem volt egy Svájc, de mostantól nem egy életbiztosítás, és arról ír, hogy az egyébként szunita Hamas azért indította a támadást, mert egy. Hónapokkal ezelőtt több szent helyet, köztük az Al-Aqsa mecsetet is megtámadták az izraeli erők, ráadásul ünnep idején. Aki látta a News azon részét, az emlékezhet arra, hogy még a mecsetbe is betörtek a katonák, és kirángatták onnan a híveket, romboltak is, plusz füstgránátokat is használtak. Kettő, a Hamas meg akarja akadályozni, hogy Izrael békét kössön több arab országgal is, és ezzel elfogadják Izraelt, mint államot. Tölőnűz. Az országban a legutóbbi földrengés halálos áldozatokat és károkat okozott. Az ország alatt itt Afganisztánt kell érteni, mert a Tölőnűz egy afgán TV. Bár Izrael mellett nem lett vezető hír, ugyanaznap reggel Afganisztánban volt egy erős 6,3-as földrengés. A mellettem látható videóban például több kamion inog ezen a reggelen egy parkolóban. A földrengés kisebb károkat okozott Iránban is, de Üzbegisztánban és Türkmenisztán egyes részén is érezni lehetett. Valamiért úgy érzem, hogy nem kerülnek ki új afgán zászlós avatarok a Facebookra, hogy segítsétek meg Afganisztánt és küldjetek oda segélyt. Ott ugye nem emberek laknak, mármint amióta az amerikaiak elmentek. A tálib hatalom azonnal belekezdett a mentésbe, illetve még valamibe. Interfax. A tálibok úgy gondolják, hogy el tudnák foglalni Jeruzsálemet. A tálibok a földrengésből felúcsúdva megkeresték Irán, Irak és Jordánia vezetését, hogy biztosítsanak nekik átjutási lehetőséget, hogy a hadseregükkel eljussanak Jeruzsálemig, amelyet aztán elfoglalnának, mert szeretnének csatlakozni a Hamaszhoz. Politico. Szlovákia leállítja az Ukrajnának nyújtott segítséget az orosz párti Fico választási győzelme után. Orosz párti valaki, mert nem küld fegyvert Oroszország ellen. Ez is egy világnézet. A lényeg, hogy Fico megegyezett a leendő koalíció tagjaival, hogy nem küldenek fegyvert. Ők még nem tudják, hogy akkor nekik sem küldenek pénzt Brüsszelből, viszont hirtelen kiderül, hogy még a volt szomszédjuk egykori osztálytársa is annyira korrupt, hogy ahhoz képest egy ukrán állami döntéshozó egy ölelgetni való plüsmaci. Sky News. A transznemű világbajnoki úszóverseny meghiúsult, mert senki sem nevezett be rá. Berlinben szerettek volna kedveskedni másoknak, többek között gondolom az ukrán fegyveres erők korábbi szóvivőjének is, miután az olimpián és más nagy sporteseményeken betiltották a transzneműek indulását. És hát hiába a szándék, ez sajnos így nem érdekes, mert férfi testbe születve a nők között indulni poén, de egymás ellen az már valódi verseny lenne. Schotever. Ezek a holland nevek olyan szépek, mint egy diszkóbaleset. Migránsok szálltak fel a Vlupais nevű holland tengerjáróhajóra, ahol aztán késsel támadtak az őket kimentő személyzetre. A holland lobogó alatt közlekedő hajó legénysége migránsokat mentette az Atlanti óceánon, Lanzarotétől 105 kilométerre keletre. Egy 78 fős csoport próbálkozott a nyílt tengeren a kis ladikjaival. Mivel a menekülteket a marokkói partokhoz közel
találták, ezért úgy döntöttek, hogy Marokkóba is viszik vissza őket. Ám az afrikaiaknak nem tetszett az ötlet, ők Európába akartak eljutni, így késekkel támadtak a matrózokra, mert hát a késekre teljesen nyilvánvaló okokból szükség van a nyílt tengeren, hiszen Európába érkezve azzal kell majd fogyasztani a segélyként kapott konzerveket. És aztán megpróbálták elfoglalni a hajót is. A legénységnek a spanyol rendőrséget kellett segítségül hívnia, csak a spanyolok segítségével tudták leszállítani az utasokat a legközelebbi Fuerteventura fedőnevű szigeten. Ott a lázadás, mondjuk így, 9 felbújtóját letartóztatták. A probléma csak az, hogy Fuerteventura már Spanyolország, és így az Európai Unió része, tehát bejutottak. Mármint a 78-ból azt a 9-et leszámítva, akiket letartóztattak. Amennyiben szeretnéd támogatni a Newst, megteheted banki átutalással, PayPal-on és itt a YouTube-on is. Bevebb információ, aláírásban. Köszönjük! Bloomberg. Elon Musk azt streamelte, hogy a Diablo 4-en játszik, hogy tesztelje az X képességeit. A Twitch és a Kick konkurense is szeretne lenni a Twitterből lett X, és ezt promózni sokkal fontosabb volt a számára, mint elutazni Azerbajdzsánba, ahol az IAF díját vehette volna át, mert megnyerte, vagyis a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszusét, ám arról értesítette a szervezőket hivatalos válaszában, hogy sajnálatos módon egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott ott lenni, mert éppen Diablo 4-eznie kellett. Alfenüzdeceljem. Az Európai Parlament elnöke úgy véli, az EU-nak nem szabad gázt vásárolni Azerbajdzsántól. Nem szabad, mert, idézem, nem megbízható partner a karabaki események után. Jól értem, hogy az egyetlen megbízható gázbeszállító partner az az Amerikai Egyesült Államok, ugye? Ők sose támadnának meg senkit. Ukrajinska Pravda. Az Európai Bizottság volt vezetője 2. Ukrajna nem áll készen az EU csatlakozásra, mert korrupt. Jönke szerint Ukrajnának minden erőfeszítés ellenére nincs joga az EU csatlakozáshoz, idézem. Ukrajna európai perspektíváját meg kell őrizni, de nem szabad ahhoz a reményhez kötni, hogy az egyik napról a másikra egy gomnyomással elérhető. Az öreg igazán visszamehetne kicsit Brüsszelbe, lenne egy-két EU-s vezető, akit megpofozgathatna a kamera előtt. Az se baj, ha most nem mosolyognak közben. The Independent. Rishi Sunak 2. A férfi, a nő pedig nő. Ezt mondja a józanész. Azt is mondta még, hogy nem szabadna minket addig zaklatni, amíg elhisszük, hogy az emberek bármilyen neműek lehetnek, amilyenek csak szeretnének lenni, mert nem lehetnek. Mondta ezt a brit miniszterelnök a konzervatív párt gyűlésén. Forradalmi. Na most vagy az van, hogy a felmérések szerint már a briteknek is elege van ebből az egészből, és változtatni kell, vagy azért mondja ki így nyíltan, mert Punjabi származású is neki lehet. Teatri. Az elnökasszony ellenállt Kijev segítésének. Zuzana Csaputová, szlovák elnöknő, bár nagyon liberális, nagyon nyugatos, még Ficót is beperelte, amikor Fico le soros ügynököszte őt, nem hajlandó megengedni, hogy a még hivatalban lévő szlovák kormány fegyvert küldjön Ukrajnának, azért nem, mert a választásokon olyan párt nyert, amelyik ez ellen kampányolt, és az elnök asszony szerint nem lenne helyes, ha a nép akarata ellenére fegyvert küldenének addig, amíg Ficóék hatalomba nem kerülnek. Még egy normális hang. Egyre több hiba van a rendszerben. Business Insider. A rendőrség pénzbírságot szabott ki egy autó tulajdonosra, miután a sebességmérő kamera egy kutyát mutatott a volán mögött. Szlovákiában történt ez, Szlovákiában, és ezt a képet szerintem már szinte minden newsnéző is látta, mert mindenhol ott volt. Ebben nem is ez az érdekes, hanem az, hogy még a Business Insider is lehozta, pedig hát a nevéből adódóan is, ugye nem kellene ilyesmivel foglalkoznia. Hogy miért hozta le? Mert éppen most történt, amikor valamennyien rákerestek a Nagybizen túl a Google-ben Szlovákiára, hiszen ott Ficó nyert. Egyébként a kutyát nem érdekelte volna. A végére egy klasszikus, RBK, Ukrajna 3 kínai olajcéget is felvett a háború szponzorainak listájára.
Az ukrán korrupció ellenes akármi, mivel korrupcióval továbbra sem foglalkozik, van ideje a saját kis halállistájával szórakozni. A három kínai cég most azért került erre rá, mert azokon keresztül jut el az orosz olaj Európába, ahol, milyen meglepő, megrendelik azt a kínaiaktól, és közben tudják, hogy ez valójában orosz olaj, hiszen a legendás kínai olaj az nem elérhető, csak hát így lehet kijátszani a szankciókat, mert olajra attól még szükség van, hogy milyen papírokat írnak alá. Ezt az utolsó mondatot kellene megérteni az ukránoknak is végre, és akkor talán nem halna meg ennyi ember feleslegesen. Ez volt a News Turocsi Hardal. Tessék feliratkozni, mert a feliratkozás gomb nem nyomja meg saját magát. Рихарднак ван Телеграм читарная, ТикТоке, эш Инстаграме иш. Тэшэк быковетны от. Аневы бэн иш касоном. Мара эни, касанюк афидылмэт.